Egy falu működésében hasznos, ha az előregedett vagy már használhatatlanná vált épületeiket felújítják. Dalmandon korábban megtették ezt az orvosi rendelővel, az akkor előregedett épületet a terület és település fejlesztési operatív programból pofozták helyre. Most az óvodán a sor, azonban a munkálatok során kiderült, hogy a 2016-ban megpályázott fejlesztésre 50 millió forinttal kevesebbet kapott a település a kormánytól, így a felújítási munkálatokat 100 millió forintból kellett elkezdenie a kivitelezőnek. 2016 májusában adtuk be a megyei önkormányzat által megkérdezett topos pályázatra az óvoda felújítását. Hát elsősorban a szigetelés, nyílászárók kiváltása, illetve a teljes tetőszerkezet szigetelése volt a cél, és hát ezt követően akkor még hozzáépítünk egy új vizes blokkot, ami az ebédlőhöz nem volt biztosítva, és így tulajdonképpen egy teljesen felújított és akadálymentes intézményt fogunk átadni. Az óvodában energetikai fejlesztésekre pályáztak elsősorban. Azonban az épület riasztását is meg kellett oldani, valamint az ebédlő mellé egy új vizes blokkot is felhúztak. A település polgármestere azt mondta, az épület szigetelésén a nyílászárók cseréjén kívül az új vizes blokk volt a legfőbb fejlesztés. A legfontosabb az ebédlő, mivel az ebédlőhöz nem volt vizes blokk, tehát nem tudtuk megoldani, és ezért vált szükségesé az, hogy az ebédlőnek a teljes felújítása, mert az még az volt a legrégebbi állapotban, és ahhoz egy olyan vizes blokk hozzáépítése, ami már a mai elvárásoknak megfelel. Ezt a pályázatot ugye 16-ban adtuk be, 17-ben bírált el a kormányunk. Amikor megkaptuk, hogy nyerő a pályázat, akkor megkötöttük a támogatási szerződést, és tulajdonképpen hát majd eltelt egy év, úgy mondom idézőjelben addig gondolkodtunk, hogy mit tegyünk, mert 150 milliót kértünk erre a projektre, és csak 100 milliót kaptunk meg, tehát egy csökkentett tartalmú projekt előtt állunk, ami sok gondot okozott. Ugye azóta nagyon sokat emelkedtek az építőipari árak, emelkedtek a munkabérek, tehát nagyon nehéz megoldani ebből a 100 millióból, de hát arra törekszünk, hogy amit lehet, azt mindenképpen megvalósítsunk. Nagyon sok mindent le kellett faragni ebből a pályázatból ahhoz, hogy egyáltalán nekiálljunk, és valami összejöjjön ebből a pályázatból. Dalmand községe teljes mértékben a pályázati forrásokból fogott bele az óvoda felújításába. A polgármester azt mondja, hogy van lehetőség arra, hogy a 100 millió forinthoz kaphatnak még támogatást, ami majd biztosítja a felújítás teljes megvalósítását. Jelen pillanatban úgy látom és úgy érzem, és illetve a kollégákkal is beszélgettünk, hogy van lehetőségünk többletigénybe nyújtására, mivel csökkentett tartalmú pályázatról van szó. Van esélye annak, hogy esetleg kaphatunk ehhez az összeghez még támogatást, ami majd a teljes megvalósítást biztosítani fogja. Én úgy gondolom, ha ez a projekt befejeződik, és elkészül ez a felújítás, akkor ez mindenki számára egy nagyon-nagyon szép intézmény lesz. A dalmandi óvodát a jövő nemzedékének újítják fel. A 2018-as évben 33 gyerek járt az óvodába, idén több gyermeket várnak majd a felújított intézménybe. A jövőkép az emelkedést mutat, elég sok gyermek született, úgyhogy valószínű, hogy a következő tanévet, vagy hát intézményi időszakot már több gyermekkel, közel 40-45 gyerekkel tudjuk majd indítani. A felújítási munkák a kevesebb összeg ellenére is jól haladnak. A polgármester azt mondta, a kivitelező mindent megtesz, hogy időben befejezzék a munkálatokat, és a teljes korszerűsítésen átesett óvoda szeptembertől fogadni tudja az érkező gyerekeket.